És mi van ma a tanítói hírmondóban? Nincs több adománya a redőnyökre. Ez egy jó ötlet. Hogyan készítsünk díszes vacsorát? És mit szeretnétek ti és a szüleitek? Ki tette ezt ide? Hogyan jöjjünk ki a diákokkal? Nem azért vesztettem el, hogy megtaláljam egy napló bejegyzésből. Így. Te darib! Tudom. Csak ez a gomb, ez valahogy beragadt. Szóval, mit fejlesszünk először, hölgyeim? Takarítás! Május! Nem, ez nem jó. Kreativitás. Tehát a kérdés költői volt? Egyáltalán nem volt költői. Azt hittük, hogy az volt. Még egy kicsit. Csak még egy kicsit. Ez könnyű volt. Elfelejtettél néhány szót a nyáron, és most csak úgy kitalálod őket? Miről beszélsz? Barátaim, írjatok érdekes szavakat a kommentekbe, és mi kitaláljuk, mit jelentenek. Tegyetek egy lájkot, ha azt szeretnétek, hogy a srácok különböző nyelveket beszéljenek. Iratkozzatok fel! No, ez a tiéd! Fintúj, nubúj, iszi! Igazából ez csak egy slang. Szép! Ne fejezd ki magad! Nem, Mary Johnson, a slang olyan különleges szavak és kifejezések, amelyeket a tizenévesek használnak, vagyis mi? Aha! Mary Johnson, ön egy kicsit le van maradva a korra. Szerintem rendesen jár. Rossz, nem erre gondolt. Úgy értette, hogy olyan, mintha különböző nyelveket beszélnénk. Mi a saját nyelvünket beszéljük. És Kori. Valami közöset kell kitalálnunk. Szerettek játszani, ugye? Igen, jól játszom a bingóban és a sakkban. Hatalmas a választék, és nem egyértelmű, hogy mit válasszunk. Na rendetlen, gyere ide! Nem én vagyok, ez már megtörtént. Miről beszélsz? Miről beszélek? Ki akartam próbálni ezeket a számítógépes játékokat, de még nem döntöttem el, hogy melyikkel kezdjem. Hát talán fighting? Milyen casting? A játékról kérdeztem. Mary Johnson, maga harcos? Hát persze, 20 éve dolgozom a suliban. Bajnok vagyok, aranyövvel a nehéz súlyban. Tudod? Akkor a Mortal Kombat magának való. Mit csinálsz itt? Harcolok. Kezdem úgy érezni, hogy ez nem az én súlycsoportom. Itt jönnek a halálos áldozatok. Halálos események törölve! Valami baj van? Igen, ez az ő Mortal Kombatja. Vagy mi? Nem is tudom. Mortal Kombat? Igen, ez az. Megkértem, hogy segítsen kiválasztani egy játékot, és majdnem segített kiválasztani egy kórházat. Hát te tanár vagy. Hát köszi, hogy észrevetted. Olyan játékot válasz, ahol sok gondolkozás, stratégia, meg trükk van benne. Persze, hogy azt akarok. PUBG-re van szükséged. Hogyan? A kulcs a sebzés elkerülése. Ne feledd a buffot és a gyógyítást. Az meg mi? Muszáj lesz fegyvert találnod. A serpenyő az csak a közelharcra jó. Milyen csata? Gránát eltűnt. Gránát? Ez nem gránát! Ez egy gránát!
Változtassuk át a ruháit. Igen, igen, csináljuk. Nem, nem ez. Na, mit csinálsz? Ne, ne már, ez csúnya. Nem, én ezt nem akarom. Mary Johnson, mi van magával? Játszottunk egy kicsit. Megint lövöldözős játék. Lövöldözés, robbanások, rohangálás, unalmas. A te óráid sokkal érdekesebbek. Néha. Kiderült, hogy ez a fajta játék nem az én súlycsoportom. És a szimulációs játékok? A Sims egy mestermű. Imádni fogja. Hát, kipróbálhatnám. És aztán mi lesz? Azt csinálsz, amit akarsz. Pont olyan, mint az igazi. Takarítson, vagy nézzen tévét, sétáljon, vagy maradjon otthon. Elég, király, mi? Miben más, mint a hétköznapi élet? Hát, ott nem kell házi feladatot csinálni, egyáltalán suliba járni. Okos, mit játszol? Röpögött. Ez nagyon izgalmas és érdekes. Utazol, nyersanyagokat gyűjtesz és küldetéseket teljesítesz. A lényeg, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, mert az ilyen játékokkal nagyon gyorsan repül az idő, és... Igen, később beszélünk. Még fát kell vágnom, ércet kell találnom és egy küldetést kell teljesítenem. Hoppá! Mit csinál? Sárkányra vadászik. Sárkány! Nem sokára Mary Johnsonra is vadászni fognak. Csak az ávósok. Mondd valamit, vagy meghátráltak. Ha! Tudom, hogy van egy megbízásod számomra. Tapasztalatra van szükségem. Szükségem van a szintemre. Segíts nekem. Valamit tennünk kell. Mindjárt csőcselékké leszünk. És meg kell venni őket, hogy gazdálkodhassanak. Mary Johnson. Várj! Mi van? Na, mi van? Elveszítettem az összes pontomat! Jó napot, gyerekek! Mary Johnson, hogy van? Jobban, mint valaha. Nem akarsz többé koboldokkal harcolni? Vagy sárkányt lovagolni? Nem. Túl vagyok a játék szenvedélyen. A játék jó móka és jó kikapcsolódás. Vagy elkerülni a lenyűgöző kalandokkal teli világban. De nem szabad megfeledkezni a hétköznapi életről sem. Ahogy mondani szokták, minden mértékkel kell csinálni. Bevallom, egy kicsit elragadtattam magam, de nagyon hálás vagyok nektek, hogy segítettetek észhez térni. Jó látni, hogy visszatértél a régi önmagadhoz. Fura módon. Számomra újak voltak az ilyen fényes és valósághű játékok, ezért nem tudtam elszakadni tőlük. De rájöttem, hogy nem kellene túlzásba vinnem, bár bevallom, most nagyon le vagyok nyűgözve. Mary Johnson, hová megy? Egy szabja versenyre, hogy megérjem az első helyet, és megmutatni, hogy ki a gázsi, és ki a közönséges tréber. És mi? Mi is szeretnénk menni? Barátaim, ti pedig írjátok meg a kedvenc játékotokat a hozzászólásokban. Adjatok egy lájkot, ha van kedvetek játszani. Iratkozzatok fel, mert mi biztosan játszunk. Gyerünk! Ha! Eltört a képernyő. Hát igen. Igen, igen. Miért kérdezik tőlem mindig? És akkor most... Na, mit csinálunk? Na, mondd meg, megvan. Különben hamarosan új leszünk nekik. Új leszünk.